Atlasz Gábor korunk egyik legtehetségesebbnek mondott és talán legsokoldalúbb művésze. Nevét nem csak a festészet tette híressé, hanem a mozgásszínházi és egyben festő észjárással megrendezett összművészeti, színházi tánc performanszai, melyek egyedülálló módon ötvözik a zene, a színház és a festészet nyújtotta műfai, formai lehetőségeket. Atlasz Gábor a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőszakán diplomázott. Festészeti munkásságát több országos tárlat is fődíjával ismert el. 2008-ban vehette át az Oktatási és Kulturális Minisztérium nagydíját. Tagja több művészeti szervezetnek is, a Magyar Festészet Napja főszervezője. Művei leginkább a valóságos és a transzcendens világok közötti átjárást mutatják be. Sajnos én azok közé tartozom, és a sajnos jelző az nem tudom, hogy kit és mit és hogyan minősít, akik tartalmakat akarnak festeni, méghozzá a lehetőleg azokat, ami közügy, ami nem csak engem érdekel, miközben önös módon az ember persze, hogy szubjektív és őszinte, és ami benne van, azt ő kirakja, és ott áll mezítelenül mindenestül az egész személyisége, élete, gondolkodása. Atlasz Gábor a jelenkorra reflektáló művekkel gyarapítja a jelenkori magyar piktúrát. Moralitás, szakralitás, filozófia, hétköznapi, egyszerű, banális dolgok mind itt pofoszkodnak egymáson. Csak olyasmiről beszélni, ami talán érdemes arra, hogy közügyét tegyem. A szolnoki művésztelepre 19 különleges festménnyel érkezett az alkotó. A tárlat március 5-ig tekinthető meg a Kert Galériában.